Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. A szállodák negyede zárhat be ideiglenesen a magas energiaárak miatt, a kormány kiterjeszti a rezsicsökkentést. Több mint 110 településen akadozik az üzemanyagellátás. A fuvarozók szerint egyes áruk nem jutnak majd el a boltokig, és visszatartaná a hazánknak járó uniós forrásokat, EPA képviselőket csoportja, mert keveslik a vállalásokat. 81 éves korában elhunyt Mésző Kálmán 61-szeres válogatott labdarúgó, aki szövetségi kapitányként három időszakban is irányította a magyar nemzeti együttest. A szőke sziklaként ismert egykori középhátvéd november elején került a János Kórház belgyógyászati osztályára, ahol tüdőgyulladás, keringési rendellenesség és egyéb fertőzés miatt kezelték, majd megfertőződött a koronavírussal is. Mésző Kálmán teljes játékos pályafutása során a Vasasban futballozott. Az 1964-es Európa-bajnokságon bronzérmes lett a magyar együttessel, és tagja volt az 1962-es és 66-os világbajnokságon negyeddöntős válogatottnak, 1962-ben pedig az év labdarúgójává választották. Szövetségi kapitányként 1982-ben kivezette a válogatottat a spanyolországi világbajnokságra. A Magyar Labdarúgó Szövetség 2018. januárjában életműdíjjal ismerte el pályafutását. Orbán Viktor közösségi oldalán egy közös fotóval búcsúzott Mésző Kálmántól. Isten veled, barátom, írta a miniszterelnök. A szállodák 20-25%-a tervezi, hogy az energiaárak emelkedése miatt ideiglenesen bezár 2023 első felében. Ezt Baldau Csaba, a szállodaszövetség elnöke mondta a híradónknak egy belső felmérésükre hivatkozva. Közben a 24.hu azt írja, határozatlan időre szóló szerződéseket mondanak fel az áramszolgáltatók. Budapest például az áram napi vételezésére készül januártól. Fixáras, határozatlan idejű energiaszerződéseket mondanak fel a szolgáltatók. Helyette a spotáras konstrukciót, vagyis a napi áramvásárlást ajánlják fel, írja 24.hu. Bali Gábor azt mondta híradónknak, sokféle szerződés van, a szolgáltatók is kényszerhelyzetben vannak. Hozzátette, a szerződések egy részében a kereskedő jogosult árat módosítani. Ez nem jelent alapvetően szerződésszegést, ez egy szerződés szerinti teljesítés, azzal a jogával él a kereskedő, ami a szerződésben általában benne szokott lenni, hogy bizonyos feltételek mellett ezt a szerződést fel tudja mondani, mindahol ugyanilyen joga van természetesen a felhasználónak is. A szállodák is elesnek a fixáras áramszerződésektől. A szállodaszövetség elnöke szerint az ágazat 60-70%-ban térhet át a napi vételezésre. A fogyasztás egy részét viszont előre ki kell fizetni. Ez, illetve az egyéb költségek nagy érvágás jelenthetnek az iparnak. Tehát egy 20-25%-ával a szállodáknak lehet számolni, hogy az első negyed évben, első négy hónapban inkább egy időszakos üzemelési szünetet fog választani, hogy ne nőjenek meg olyan eszméletlen módon a költségeik és ezáltal a veszteségeik. A főváros negyedéves szerződésben azon belül is napi vételezéssel szerzi be az áramot 2023-tól. A költségvetés így nehezen tervezhető. A vezetés továbbra is azt vizsgálja, hogyan lehetne takarékoskodni. Nyomon kell követnünk, hogy például a közvilágításban hogyan alakulnak a napi beszerzési árak, és ehhez képest szükséges-e. Nyilván nem arra gondolok, hogy a közvilágítás lekapcsolása, hanem akár mondjuk a diszkivilágítás kapcsán más intézkedéseket kell lehoznunk. Ez egy lehetőség, folyamatosan ott van az asztalon. Közben a kormány a társasházaknak nem számító állami és önkormányzati tulajdonú bérházakra is kiterjeszti a rezsicsökkentést. Az operatív törzsön többször járt és áttárgyalt megoldási lehetőség, amit aztán a miniszterelnök úr aláírt, és ma este megtörténik ennek a kihirdetése, az 532 katonacsaládot is érint. Ez így összességében a budapesti lakásokkal közel 2000 családról döntöttünk. A szabályozást visszamenőleges hatállyal augusztus 1-jével vezeti be a kabinet. Ismét aggadozik az üzemanyagellátás, a holtankoljak.hu adatai szerint több mint 110 településen vannak olyan kutak, ahol nincs elegendő benzin, a MOL nemrég bejelentett korlátozása miatt. A fuvarozók is aggódnak, úgy vélik, hogy a 100 literes benzin korlátozás nehezíteni fogja az áruszállítást.
a Mi Hazánk eközben arra szólította fel a kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a kis benzinkutak ellehetetlenítését szolgáló rendelkezéseit. Felháborítónak tartom, hogy elértünk 2022-ben, és nem lehet a városba tankolni. Egy 15 ezeres lakosú város, 60-70 ezeres vonzáskörzettel, nincs benzin. Ez a Balassagyarmaton élő férfi felháborodottan beszélt híradónknak arról, hogy a kiskutakon semmilyen üzemanyagot nem talált. Karancslapújtőn pedig csupán 20 liter üzemanyagot lehet az autóba tölteni. Azt látjuk nap mint nap, hogy a családi vállalkozásokban működő kisebb benzinkutak sorra mennek tönkre. Debrecenben egy MOL kúton is elfogyott délelőtt a 95-ös benzin, a helyzet azonban délutánra rendeződött. Mindeközben már 110-re emelkedett azoknak a településeknek a száma, ahol akadozik az üzemanyagellátás. A holtankoljak.hu adatai szerint a kis települések mellett a nagyvárosok bizonyos kútjain is hiány van. Az ellátási gondokat többek között a 100 halombattai olajfinomító újraindítása során felmerült további karbantartási munkálatok okozzák, ezek miatt ugyanis korlátozásokat vezetett be a MOL. Várható a rövid időn belül el is fogynak a készletek. Erről már Bújdos Eszter beszélt, aki úgy véli, a helyi kiskutaknak nincs elegendő üzemanyaguk. Jelenleg már azt is tudjuk, hogy a nyugat-magyarországi régióban lévő benzinkutakra, például most Pozsonyból jön üzemanyag, és nem 100 halombattáról. Tehát ezek azok a jelek, amik azért azt mutatják, hogy nem zajlik minden rendben jelenleg a battai finomítóban. Hétfőn ugyan még lehetett teherautót látni az autópályán, ám a korlátozás miatt gond lehet a fuvarozással is, a Nithangeri szerint. A 800 és 1000 literes tankkal rendelkező teherautók ugyanis csupán 100 liter tankolhatnak, ami híradónk számításai szerint közel 300 kilométerre elegendő. A Nithangeri és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete ugye kérte is a MOL-t, hogy gondolja át ezt a korlátozást. Választ úgy tudjuk, egyelőre nem kaptak. A szakember szerint azonban előfordulhat, hogy a korlátozás miatt nem fognak eljutni a boltok polcaira az áruk a hét második felétől. Megtörténhet az is, hogy nem tudják kiszolgálni az adott napi túrajáratokat mondjuk belföldön. Mondjuk lehet, hogy már nem ér oda egy vidéki kisboltba majd az áru, mert nem lesz elég üzemanyag. A MOL megkeresésünkre azt írta, a töltőállomások üzemelnek, a tankerautók folyamatosan úton vannak, az a céljuk, hogy minden magyar autós a lakhelyétől számított maximum 30 kilométeres távolságon belül tankolni tudjon. Hozzáteszik, a magyarországi benzinkutak 90%-át nem érinti az üzemanyagszállítás átmeneti felfüggesztése. Jelentős mennyiségű kőolajat talált a MOL Vecsés határában. A területen nyáron végezték el a kutató fúrásokat, és 2100 méteres mélységig jutottak. A szükséges tesztek elvégzése után kiderült, hogy egy eddig ismeretlen kőolajmezőt sikerült felfedezni. Az új kút napi 600 hordóli termeléssel indult. Az olajat közvetlenül a 100 halombattai Dunai finomítóba szállítják. Önálló tárcát kap Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter lesz. Lázár János minisztériumának pedig új neve lesz, derül ki a szaktárcákat felsoroló törvényjavaslatból, amit Orbán Viktor nyújtott be a parlamentnek. A miniszterelnöki kabinet irodából január 1-től válik ki az önálló gazdaságfejlesztési minisztérium, az építési és beruházási minisztérium neve pedig ezentúl építési és közlekedési minisztérium lesz. A javaslat azt is rögzíti, hogy a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnik, és december 1-től megalakul az energiaügyi tárca. Orbán Viktor indoklásában azt írja, a veszélyek ellensúlyozása érdekében indokolt, hogy az energia és a gazdaságfejlesztés területéért is önálló minisztérium feleljen. Megpróbáljuk újra bevezetni a magyar törvényhozási kultúrába a konzultáció intézményét, ezt Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter jelentette ki. A tárcavezető stratégiai partnerségi megállapodást kötött 13 felsőoktatási intézménnyel. Hozzátette, nem az eseti jellegű vagy informális konzultációt kívánják újra bevezetni, hanem az egyeztetés intézményesített formáját. Ennek segítségével a kormányzat többlet információkhoz juthat, a felsőoktatási intézmények pedig megkapják a kabinet jövőre vonatkozó terveit. Elküldte a kormány az Európai Bizottságnak a magyar jogállamisági vállalások teljesítéséről szóló levelet. Ez is feltétele volt, hogy Magyarország hozzájuthasson az uniós forrásokhoz. Közben európai parlamenti képviselők szólítják fel az unió döntéshozóit arra, hogy mindaddig ne hagyják jóvá a Magyarországtól visszatartott támogatásokat, amíg be nem bizonyosodik, hogy a korrupcióellenes intézkedések hatékonyak.
Korrupció ellenes munkacsoport létrehozása, a korrupció elleni harcra fordítandó keret növelése, valamint az uniós támogatás felhasználásának átláthatóvá tétele. Egyebek közt ezek megvalósítását vállalta a kormány november 19-ig azért, hogy Magyarország megkapja a Brüsszelből érkező támogatásokat. Varga Judit igazságügyi miniszter úgy véli, Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy megállapodjon az Európai Bizottsággal. Az Európai Parlament képviselőinek egy része szerint azonban ez nem garancia a források átlátható felhasználására. Gyöngyösi Márton szerint megoldást jelenthetne, ha Magyarország csatlakozna az Európai Ügyészséghez, emellett pedig értetlenül áll az integritási hatóság létrehozása előtt. Mi miért akarunk egy x-edik hatóságot létrehozni, amely egyébként baromi sok párhuzamosságot jelent, hiszen az ügyészségnek továbbra is az lenne a dolga, hogy a korrupciót üldözze, akkor mi szükség is van erre a hatóságra? Én nem értem. Újhely István a Spirit FM-nek azt mondta, hazánk csak állandó ellenőrzés alatt kaphatná meg a támogatást. Először a magyar kormány el kell költse az egyes fejlesztési programokra egy részét a forrásoknak, majd benyújtja a számlát Brüsszelnek, és Brüsszel folyamatosan monitoringozza azt, hogy egyébként a kormány vállalásai, például az igazságszolgáltatás függetlensége, ügyészség, stb. Az működik-e. Rónai Sándor EP képviselő szerint azonban semmi sem garantálja, hogy Orbán Viktor helyesen használná fel az Európai Uniós pénzeket. Orbán Viktor tehet arról, hogy a Vesigon gyógyszer országa lett Magyarország, ide vezetett az, hogy az ő korlátlan lopása és korrupciója miatt nem kap Magyarország pénzt. Az Európai Parlamentnek ezekben az eljárásokban nincs komoly szerepe, ezt már Latman Tamás mondta híradónknak. Hallhatunk ilyen fenyegetéseket, hogy amennyiben az Európai Parlament nem elégedett, akkor esetleg egy bizalmatlansági indítványt indítanának a bizottsággal szembe, de konkrétan az eljárásban az Európai Parlamentnek nincsen beleszólása. Levélben kerestük a kormányt, egyebek közt azt szerettük volna megtudni, mit gondolnak arról, hogy egyes európai parlamenti képviselők elégedetlenek a kormány vállalásaival, adásunkig azonban nem kaptunk választ. Ha Magyarország végrehajtja a vállalásait, az eloszlatja az unió aggályait. Ezt az Európai Bizottság igazságügyi biztosa mondta az Európai Parlamentben. Strasbourgban a helyreállítási alapforrásainak lehívásához szükséges magyar tervről vitáztak a képviselők, ahol az igazságügyi biztos azt is mondta, az Európai Bizottságnak az a célja, hogy az unió költségvetése többé ne kerüljön veszélybe Magyarországon. Hozzátette, addig nem engedünk, amíg meg nem győződünk arról, hogy az EU költségvetésének védelme biztosított. Dajcs Tamás, a Fidesz EP képviselője a vitán beteges politikai elvakultságnak nevezte, hogy Brüsszel a világjárvány, a gazdasági válság, az orosz-ukrán háború és az energiaválság idején is, idézem, Magyarország gyalázásával múlatja az időt. Már csak gyalog lehet megközelíteni Bakhmut városát, a hidakat ugyanis felrobbantották, ezt mondta híradónak Olekszandr Kacsura, háborús tudósító. A kelet-ukrajnai várost brutális ostrom alatt tartja az orosz hadsereg. Ha a megszállók elfoglalnák, akkor tüzérségi támadást indíthatnának a Donbass utolsó nagyvárosai ellen. Rendkívül veszélyes gyújtólövedékkel vette tűz alá az orosz hadsereg az ukrán állásokat a kelet-ukrajnai Bakhmut városánál. Ezt a fajta lövedéket kénnel vagy foszforral töltik meg, a robbanás után szinte mindent eléget. Bakhmutban járt Olekszandr Kacsura is. A háborús tudósító a leghevesebb harcok közelében volt. Sikerült Lencse végre kapnia egy lengyel gyártmányú tüzérségi löveget is. Minden nap ágyúzzák az oroszok Bakhmutot. Aknavetővel, tarack ágyúval, de még drónok segítségével is lőnek. Vezetékes ivóvíz nincs, az emberek a kútra járnak vízért. Áram, telefonkapcsolat és internet sincs, sem gáz, illetve fűtés. 20-30 ember rejtőzik egy-egy pincében. Fát vágnak, a szabadban készítik az ebédet. A várost már csak gyalog lehet megközelíteni, mert az összes hidat felrobbantották. A dél-ukrajnai Herszon megyében egyre több települést felszabadít az ukrán hadsereg. Az elmenekült lakosok igyekeznek mi hamarabb hazatérni, de csak lerombolt, illetve súlyosan megrongálódott házakat találnak. Ablak itt sem maradt éppen az ágyúzások miatt, de egy-két haszonállatot még találnak. Az élet sokára fog visszatérni a rendes kerékvágásba. Mindenfelé robbanószerek, illetve bombák vannak.
A kivonuló orosz katonák nem csak a lakóházakat rabolták ki, de a múzeumokat is kiürítették a megye székhelyen. A Szépművészeti Múzeum kiállítási tárgyainak csaknem 80%-át elvitték, egy másik múzeumban pedig a legdrágább festményeket, érméket, mondta az ukrán kultuszminiszter. Hersonból az orosz hadsereg másfél hete vonult ki. Azóta már többször is ágyú tűz alá vették a megye székhelyet. Legutóbb az infrastruktúrára mértek csapást. A károk jelentősek, halottak és sebesültek is vannak. Nyílt levélben határolódtak el a Színházi és Filmművészeti Egyetem hallgatói Vidnyánszky Attila kijelentéseitől. Az egyetem kuratóriumi elnöke a többi között azt mondta, hogy az SFE az átalakítás előtt a liberálisok központi bázisa volt, a utánpótlást képeztek, a diákok áthangolása pedig nem egyszerű folyamat. Híradóknak az egyetem volt hallgatója, aki jelenleg a Free SFE elnökségi tagja, úgy reagált, fontos gesztus a jelenlegi diákok nyílt levele. Egy ideje pontosan láttam, hogy az SFE átgondoltan központi bázisa annak a rendszernek, amit a liberálisok kiépítettek maguknak. Utánpótlást képeznek, elég megnézni a tüntetések résztvevőit, ahol a színházi és a filmes szakma ott van az élvonalban. A hisztéria amiatt volt, mert az egyik utolsó bázisukat foglaltuk el. Akik innen kikerülnek, másik hangnemet és másik gerincet fognak képviselni. A diákok áthangolása nem egyszerű dolog. Ezeket a mondatokat Vidnyánszky Attila a modellváltáson átesett Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnöke mondta a belvárosi polgári szalonban. Az egyetem hallgatói a Színház online-nak küldött nyílt levélben határolódtak el Vidnyánszky kijelentéseitől. Azt írták, elutasítják a diákok politikai alapon történő megbélyegzését, tanáraikkal szakmai munkát végeznek, amelyek nem azonosak Vidnyánszky Attila és a vezetőségi tagok ideológiai alapú megnyilvánulásával. Nem részesei és nem is lesznek semmiféle áthangolásnak, mindenki a saját gerincéből dolgozik, ahogy az intézmény hallgatói tették az elmúlt 157 évben. Vidnyánszky reakciójában, amelyet az Origónak küldött el, többek közt azt írja, bár mondatai szövegkörnyezetből kiragadva láttak napvilágot, így is vállalja, és szerinte az, hogy ez a nyílt levél egyáltalán megszületett, tanúsítja, hogy a modellváltást követő erőfeszítéseik nem hiába valóak. Mint írja, jó úton járnak egy szabad légkörű egyetem kialakításában és fejlesztésében, ahol minden egyetemi polgár szorongás nélkül formálhat véleményt. Ez egy nagyon fontos gesztus. Hogy ez a levél így kikerült, vagy hát, hogy ez a nyílt levél így megíródott. Gál Anna a Free SFE elnökségi tagja, aki a modellváltás előtt még az SFE dramaturg hallgatója volt, a jelenlegi diákok levelére reflektált így híradónknak. Meglepődtem, hogy tényleg nem csak azok az emberek, vagy azok a hallgatók írták alá, akik nekem mondjuk így évfolyamtársaim voltak, vagy még a előző rendszerben, sajnos tényleg ezt kell mondanom, lettek felvéve, hanem nagyon sok elsős meg másodikos, ami egyszerűen nagyon fontos gesztus, és tényleg irány az árkoknak a betemetése felé. Gál Anna úgy véli, a modellváltás körül kialakult konfliktusok megszüntetése az ő generációjának a feladata. Mindeközben a Free SFE-n folyamatos az oktatás, októberben diplomaosztót tartottak, amely egyben évnyitó is volt. Felnőtt képzéseket indítottak, és azon dolgoznak, hogy a jövőben egyetemi akkreditált képzéseket is tarthassanak. Az út mentén, vagy éppen az úttesten táplálkozó, ragadozó madarak megóvására hívta fel a figyelmet a Hortobágyi Madárkórház vezetője. Télen az utak mellett összegyűlnek a rágcsálók, melyek a lomháb ragadozó madarakat is odavonzák az autó elé, az autók elé, így aztán napi szinten kerülnek be sérült szárnyasok a madármentőkhöz. Adományokból tartja fent magát a Hortobágyi Madárkórház, közpénzből támogatást nem kapnak, és a nagyobb cégek is csak elvétve segítenek nekik. Ennek ellenére szinte ilyen nappal fogadják a sérült madarakat sokszor az ország másik feléről is. Ezt az egerész évet két napja vitték az alapítványhoz, ahol azonnal ellátták. Tömegesen érkezhetnek. Volt olyan napunk, hogy két daru ugyanolyan lábtöréssel érkezett azonnali műtétre a kórházba, mint ahogy a tegnapi napon egy olyan egerész, aminek súlyos felkar és gerincsérülése
történt, amely ugye most műtétre vár. Minden napra van valami hasonló. A sérült madarak az ellátást követően egy röpdében gyógyulnak, és itt maradnak egészen addig, amíg meg nem erősödnek annyira, hogy elengedjék őket. Meggyőződünk róla, hogy az elengedés előtt álló egyed az megfelelően mozog-e, megfelelően szocializálódott-e, a mozgása koordinált-e, valamint a sérülésből felépült végtag az megfelelően funkcionál. Az autósok is azt tapasztalják, hogy ilyenkor nagyon sok a ragadozó madár az utak mellett. Vonuló, ragadozó madarak rengeteg az út szélén, meg út közben. És szokott figyelni rájuk? Igen, mert én nagyon szeretem a madarakat, úgyhogy a szemem mindig rajtuk van egy kicsit. A madárkórház vezetője pont ezt kéri a többi autóstól is. Az autókból kidobált élelmiszer maradék, vagy a traktorok pótkocsijáról lehulló magok is az utakhoz csábítják a rágcsálókat, ami az öveknek, héjáknak terített asztalt jelent, de evés közben nem mindig figyelnek eléggé, és késő repülnek fel az érkező autók elől. Megérkezett a parlament elé az ország karácsonyfája. A 18 méter magas ezüstfenyőt Heves megyéből szállították fel Budapestre, egy Apcon élő család ajándéka. A fa adventől vízkeresztig díszíti majd a Kossuth teret, 2500 folyóméternyi fényfűzérrel benne 16 000 energiatakarékos színes ledizzóval díszítik fel. Most híradunk után, nem sokára kezdjük a startot, ma reggel is Köbör Anitával, tőle tudjuk meg, mit lesznek az első témánk. Jó reggelt, szervusz Anita! Szervusz Tamás, jó reggelt! Jaj, el is feküdtem, képzeld a nyakamat, és most még meg is rántottam, bocsánat. Hirtelen információ volt itt a rengetegben, csak rossz volt a mozdulat, szóval készülünk nagyon sok érdekes tartalommal, természetesen ma is a startban, ahogy ezt szoktuk tenni. Lukács László György lesz itt rögtön az elején velünk a szigorlatban. Ugye napirenden van az egészségügy átalakítása a parlamentben, az országgyűlés előtt, úgyhogy ebben a kérdésben foglal állást a Jobbik is, mely szerint álmokfutásba kezdett a kormány, hogy ezzel ott pontosan mit értenek, és mi a legnagyobb félszük, erről fogjuk majd kérdezni az országgyűlési képviselőt. Aztán itt lesz Skype-on ugyan, de velünk tart Rónai Sándor EP képviselő is, hiszen úgy tűnik, hogy nem elegendőek a magyar jogállamisági intézkedések, bár akár ezt kérdezhetnénk is, szóval, hogy mire számíthatunk, mindenki nagyon várja az EU-s pénzeket, még mindig nem lehet pontosan tudni. Szabó Zsuzsa és Sherman Fruzsina érkezik a Szemtől Szembe rovatunkban, természetesen a legfrissebb pedagógus tüntetésekről lesz majd szó, de Balog József is velünk tart, mert hogy tömegével mondják fel az áramszerződéseket a szolgáltatók. Hát a kétségbejtő a helyzet, az egyértelmű, úgyhogy ezekkel a nem túl vidám témákkal készültünk, majd a Start Plus-ban próbáljuk egy kicsit korrigálni ezt a kérdést. Kör Tamás, nagyon várlak itt a stúdióban, tarts velem te is, és természetesen a nézők is. Megyek már is, és ezeket az érdekes témákat hamarosan kibeszéljük vendégeinkkel. Tartsak velünk egészen 8:30-ig, addig tart ugyanis ma reggel is a Start, a Start Plusszal együtt. De közben 7 órakor még egy friss híradóval is szolgálok önöknek. Maradjanak velünk, tájékozódjanak innen első kézből az ATV-ből.